Két sikeres, karizmatikus hölgy, két teljesen különböző karakter, mert hogy mennyire különböző, ez hamarosan kiderül. Nőnap alkalmából nőnapi kerekasztal tartunk itt a stúdióban. Mi a véleménye a női szerepekről az olimpiai ezüstérmes tornásznak és a volt köztársasági elnök feleségének, valamint az országgyűlés egykori elnökének, miniszterelnöki megbízottnak. Most kiderül. Vendégünk Schmidtné Makrai Katalin Katica és Szili Katalin. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És boldog nőnapot kívánok! Én is ezúttal önöknek, meg természetesen minden hölgy nézőnknek. Hogyha visszagondolnak az életükben, akkor kik voltak azok a hölgyek, akik a leginkább meghatározóak voltak, akár nyilván családon belül, vagy a közélet más területén? Nyilván, ha mondjad, megengeded, akkor nekem a leginkább édesanyám volt a legmeghatározóbb, ez mondjuk az elmúlt jó néhány évtizedemben, még a mai napig is meghatározó, hál' Isten, édesanyám jó egészségnek örvend. Ő volt az egyik, tehát aki leginkább abban, ami a teljesítést, az erőt, azt nem is mondom, hogy a megfelelni akarás, mert igazából én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy az embernek legyen egy saját egyénisége. Viszont van egy fontos dolog, amit szerintem azért ma a közpolitikában jó néhány hölgynek meg kéne fontolnia, mégpedig az, hogy a nőiességét emellett ne veszítse el, hiszen azért a női szerepek azok ma is rendkívül fontosak, és én úgy hiszem, hogy egy család, ha férfiból és nőből áll, akkor egy nőnek ezt a fajta szerepét meg kell tudnia őrizni, ami az anyaságot, hogy a rómaiak fogalmazták, mindig a tűzhely tisztántartását jelenti. Nyilvánvaló, hogy változtak is azért ezek a női szerepek, hiszen ma már nem azért kell küzdeni, mint ahogy kezdődött ez az egész nőnapi megünneplés, hanem egyszerűen az, hogy az ember az egyenjogúsága mellett mégis megőrizze, és ne próbáljon meg ebben a idézőjelben mondott macsó világban ő is férfivá válni. Katalina, tehát az édesanyja volt a legmeghatározóbb az életének, Katicának? Én végig gondolkoztam, míg Kati beszélt, hogy én kit hozzak föl példaképpen, vagy hogy, és hogy átfutott az életemben az összes olyan női szereplő, aki az én életemet meghatározta. Nagyon sokan voltak, természetesen a család, édesanyám, nagymamám, az edzőim, a tanáraim, a nőtanáraim, hiszen nap mint nap eszembe jut egy csomó dologról, ami ő rájuk emlékeztet, mert hogy ő ezt mondta, így csinálta, hogy ott vannak a kis agyamban hátul elraktározva. Mennyire voltak másként nők, hölgyek, édesanyáik, nagyanyáik, tanáraik, tanárnőik, mint a mai hölgyek, és egy picit tényleg itt akkor a női szerepekről beszélgessünk egy kicsit, hogy mennyire voltak mások a hölgyek 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, mint a mai Magyarországon, vagy Európa szerte. Ha mondhatnám, Katina, hogy jóval idősebb vagyok, mint te. Azt ne. De igen. Kedves és én pontosan emlékszem az 50-es években a nőkre, abban az életkorban élő nőkre, akik élethelyzetben élő nőkre, akik a semmiből is mindig csinosak voltak, fodrászhoz jártak, vigyáztak magukra, megpróbáltak megtartani mindazt, amit ők szerettek volna magukból kihozni, és ki is hozták, pedig semmilyen feltétel nem állt rendelkezésre. És akartak férfiak lenni? Soha. Még azokat az attitűdöket sem próbálták fölvenni, még akkor sem, hogyha gyerekeiket egyedül nevelték, szerintem akkor is ugyanúgy megmaradtak annak az egyébként rendkívül szeretetteljes, szeretetreméltó nőnek, és azért egy ellenpéldát engedjetek meg, hogyha mondhatnék nem a múltból, hanem inkább a jelenből. Én magamon veszem észre azt, és soha nem gondoltam, hogy így történik, hogy a következő korosztályok, tehát a lányaink, unokáink korosztálya mennyiben más, mint amilyenek akár mi vagyunk. Tehát én, aki, és gondolom, hogy mindannyian így vagy, hozzászoktunk ahhoz, hogy a vasárnapi ebéd, a nagy asztal varázsa, azért arra szükség van, hogy ott leüljünk, nem mobiltelefon nyomkodjunk, hanem tényleg próbáljunk meg beszélgetni, hogy otthon azért az ember főz, hogy rendbe tartja a házat. Egészen másként gondolkodnak ők már erről, amikor én is azt hallom
tágabb családban, hogy jó, hát ezzel miért töltsünk időt, szóval azért ezek érdekesek a női szerepekben, de én azt gondolom, hogy ma is nagyon fontos, főleg közszereplőknél, hogy példát mutassanak, és ha lehet, akkor jó példát mutassanak, és sajnos én ezt nem igazán látom, ha a közszereplőkről beszélek, akkor az utánunk következő generációkban. Ugye azt szokták mondani a mai fiatalok, hogy a legnagyobb problémát az jelenti számukra, hogy hogyan egyeztessék össze a karrierjüket a családdal, az anyasággal. Ebben, hogyha valaki, akkor önök szerintem nagyon jó példát tudnak mutatni. Nekem három lányom van. Igen, olimpiázüst érmes tornász, óriási munka lehetett mögötte. Akkor ön, mint az országgyűlés volt elnöke, politikai karrier csúcsán is volt, és van ma is. Hogyan lehet összeegyeztetni? Mit tudnának tanácsolni a mai fiatal hölgyeknek? Mások a prioritások náluk. Ők nem egyeztetnek semmit, ők a saját életüket próbálják megoldani reggeltől estig, és másnap reggelig. Én nem hiszem, mondom, három lányom van, mind a három teljesen más életpályát fut be, és gyerekeket nevelnek, dolgoznak, így, hogy karrier így nem volt az agyukban sosem, hogy ők most karriert építenek, ők szerettek egzisztenciát teremteni maguknak, lehetőleg saját lábon állni, és nevelni a gyerekeiket. De ezt valami olyan csodálatos varázslattal végzik, hogy mellette jókedvűek, kiegyensúlyozottak, szeretetteljesek, és igazi példakép számomra is, mert büszke vagyok rájuk, hogy így meg tudják oldani ezt a sok-sok minden nehezet, ami mindenkinek ugyanúgy fennáll, akik ilyen idősek és ilyen családban élnek. Könnyedén, lazán, sok nehézséggel, sok küzdelemmel, sok bánattal, de nagyon sok örömmel. Katalin? Igen, ehhez kell az a varázsló, amit úgy hívunk, hogy család. Tehát azért az ember a társában, a szüleiben, a rokonságban találjon azért ebben támaszt. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és ez talán arra is figyelmeztet ma bennünket, ami a családi összetartozást jelenti, és a családnak a védelmét jelenti egy egyén számára, hiszen az a legkisebb közösség, ahol él. Úgyhogy én talán azt a közösséget hoznám a példaként, hogyha ott van összetartás, segítő szándék, segítő kéz, akkor azt gondolom, hogy minden megoldható. No, ha már közösségről volt szó, kíváncsi lennék a véleményükre, hogy önök szerint mennyire múlik a mi nőiségünk a mellettünk lévő férfitől, ugye mikrokörnyezetben, és mondjuk a társadalmi elismeréstől, hogyha kitágítjuk ezt a kört. Tehát, hogy nézzünk ki? Tehát, hogy a mi nő is attól függ-e, hogy mi mennyire vagyunk nők, hogy mennyire férfi mondjuk a mellettünk lévő férfi. Tehát, hogy mi függ a férfitól, aki ott van mellettünk. Hát sok minden szerintem. Sok minden pro és kontra, mert az ember igyekszik otthon is nem elhanyagoltan, és nem, ha a külsőségekről beszélünk, nem elhanyagoltan, és nem azért, ó, már 53 éve a férjem, akkor már mindegy. Nem, az emberbe ez kell, hogy alapérzés legyen, hogy mindig, minden helyzetben vállaljam saját magamat, mert azt jól látni, hogy az embernek van tartása, a másik pedig persze, hát függ tőle, de nem meghatározó. Szóval, ha inspirál arra, hogy én lehetek nő, és élhetem a saját nőies életemet, akkor az nagy segítség. Ha ellenállás lenne, akkor megküzdök azért, hogy meg tudjam valósítani. Egyszer olvastam valahol azt a mondást, hogy egy nő mindig annyira nő, amennyire a szobába belépő férfi, de nyilvánvaló, hogy az embernek tényleg szüksége van arra, hogy hát azért legyen az a figyelmesség, ami körülveszi, és épp a múltkor olyan jól esett, mert férjem minden szombaton a piacra jár, ő vásárol be, és minden szombaton hoz egy csokor virágot. És ezt már annyira megszoktuk, hogy ha véletlenül nem hoz, akkor azt tűnik fel, hogy nem hozott. Szóval szerintem ezek fontos dolgok, ez a figyelmesség, de hát ez összeszokás kérdése is, mert én azt gondolom, hogy a sok tíz év során, vagy évtizedek során azért kialakulnak ezek, sőt az ember már kezd egy picit hasonlítani is a másikra. Ez így igaz. No hát, ha már
virág, meg ha már beszárgulnak, ha megengedik, jól megy a akkor ruhám. Egy-egy, vigyázzanak tüskés, nincsen rózsa, tövis nélkül, ami nagyon okos, hát én is mondjak. Ha megengedik, beszállok, mint pasas a beszélgetésbe, vagy azt szokták mondani, hogy Sersély Lafám, keresd a nőt, és én továbbra is azt mondom, itt Krisztával az oldalamon, hogy nekem nagyon hiányoznak, hogy még több hölgy legyen a közéletben. Teljesen más a nézőpont, teljesen más a hozzáállás. Én jó néhány női főnökkel bírtam egyébként az elmúlt 20 esztendőben, és mindig azt éreztem, hogy máshogy látják az életet, mint én. Nem árt. Hát, én azt gondolom, a 21. századunk az olyan kihívások elé állítja az embereket, meg a világot, ahol szükség van arra a fajta szenzitivitásra, empátiára, amit azért azt gondolom, hogy a nők tudnak. És talán azért is fontos újra kihangsúlyozni, és én ezért elnézést kérek, de számomra nem csak az a fontos, hogy minél több nő legyen, hanem hogy olyan, aki tényleg képes ezeket teljesíteni, mert sajnos ma a politikában vannak olyan politikai erők, ahol igazából azt látom, hogy mindenki azon igyekszik, hogy tud minél férfiasabban kitűnni a világból, holott én meg kell, hogy mondjam, még házelnök koromban is, hogy sokszor találkoztam azért a kollégáimnak a kedvességével, soha nem kaptam szexista, ahogy ma szokták fogalmazni, megjegyzéseket, bár én nem tudom, hogy most már lassan mindenre ezt érték. És sőt, volt olyan is, hogy elég volt egy képviselőre ránéznem, hogy éppen telefonál, akkor volt olyan, hogy névkártyáján fölküldte a pulpitusra, és rá volt írva, hogy bocsánatot kérek. Tehát ezek hozzátartoznak, én azt mondom, ez az, amit úgy hívunk, hogy figyelmesség, a másik megbecsülése, a nézeteinek a tiszteletben tartása. Katica, még egy rövid gondolat. Én meg úgy gondolom, hogy ugye ez a politika, meg a közélet. Én a közéletet sokkal tágabb értelemben képzelem. A közélet, az, ha elmegyek a közértbe is. És ott találkozom-e a szomszédommal, vagy idegenekkel, egy dologról megszólítom a zsömléről, hogy ennek mi a kódja, az segít, és hogyha mi ott egymással nők tudunk egy ilyen általános helyen beszélgetni, kisugározni azt, hogy vagyunk és létezünk és jókedvűek vagyunk, bármennyire is nehéz a helyzet sokszor, akkor nagyobb lesz az önbizalmunk. Otthon is, az utcán is, a politikában is, de megtartva mindazt, ami miatt mi nők vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtak a stúdióba, és még egyszer boldog névnapot. Boldog névnapot kívánunk. Szintén kívánunk. Viszont.